Hiába a kúria döntése, továbbra sem kapnak vissza pénzt a pedagógusok. Egy pécsi nő korábban beperelte munkáltatóját, mert nem kapta vissza azt a pénzt, amit a kötelező bankszámla fenntartás miatt vonnak le a fizetéséből. Pedig a törvény szerint több 10 000 forintos kompenzáció járna neki, ahogyan a többi közalkalmazottnak is. A pedagógusok szakszervezete híradónknak azt mondta, hiába járna vissza a pénz a pedagógusoknak, sokan félnek pert indítani. Nagy Erzsébet ebben az általános iskolában tanít németet, nyár elején beszélt híradónknak arról, hogy nem tudja a teljes fizetést felvenni. Évekkel ezelőtt bankszámlát kellett ugyanis nyitnia, mert munkáltatója köteles arra utalni a fizetését. A számlavezetési díjat a bank automatikusan levonja, így ő minden hónapban ennyivel kevesebbet vehet föl. Ez 3 évre visszamenőleg körülbelül 60 000 forint. A törvény szerint kompenzáció jár a közalkalmazottaknak, amit a munkáltatónak kell kifizetni, de nem tette meg. A tanárnő ezért pert indított. A kúria hozott erről egy ítéletet, mégpedig azt, hogy jár a számlakezelési díj, jár az egyszeri pénzfelvétel díja, tehát a banki automatából történő pénzfelvételnek a tranzakciós díja és minden hozzájáruló költsége, illetve jár az éves kártyadíj. A nő munkáltatója korábban az önkormányzat volt, most pedig a Klebersberg intézmény fenntartó központ. Tavaly júliusban született az ítélet, de ő még egy fillért sem látott. Mendrei László, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének elnöke híradónknak azt mondta, a kúria döntése az összes közalkalmazottat érinti. Ez egy olyan helyzetet eredményez, amit a pedagógusok egyáltalán a munkavállalók nem szívesen vállalnak, hiszen a munkáltatóját nem szívesen pereli be senki, mert hogy ez nagyon komoly következményekkel járhat. És itt egy padhelyzet van, járni jár az összeg, csak úgy tűnik, hogy nem jut, mert akik nem fizet. Mendrei László ezért levelet írt az Emberi Erőforrások Miniszterének, és azt kérte, 3 évre visszamenőleg fizessék ki a közalkalmazottak számlavezetési költségeit. A levélre a köznevelési államtitkár azt válaszolta, csak azután lehetséges a fizetés, ha a munkavállaló egyéni kérelmet nyújt be, és igazolja, mekkora költségeket okozott neki a banki számlavezetés. A szakszervezeti vezető azt mondta, a kérelmek megírásában segítenek a tanároknak.